Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Márk könyvéből. Abban az időben Jézus magához hívta a 12-t, és kettessével elküldte őket, hatalmat adva nekik a tisztátalan lelkek felett. Megparancsolta nekik, hogy az útra ne vigyenek semmit, csak vándorbotot, sem kenyeret, sem tarisznyát, sem pénzt az övükben. Sarut kössenek, de két ruha darabot ne vegyenek magukra. Azután így folytatta. Ha valahol betértek egy házba, maradjatok ott addig, amíg utatukat nem folytatjátok. Ha valamely helységben nem fogadnak be és nem hallgatnak meg titeket, menjetek el onnét, és még a port is rázzátok a lábatokról, tanúbizonságul ellenük. Azok elmentek, s hirdették mindenkinek, hogy térjenek meg. Sok ördögöt kiűztek, és olajjal megkenve sok beteget meggyógyítottak. Ezek az evangélium igéi. Áldott téged, Krisztus! Az evangélium tanítása legyen bűneink bocsánatára. Krisztusban kedves testvérek! Az apostolok felkészítésének, nevelésének egy meghatározó, fontos állomását figyelhetjük meg a mai evangéliumban. Jézus mondhatna, hogy próba evangelizálásra küldi őket, hogy gyakorolják azt, amit ugyan még nem értenek, de majd pünkös után megvilágosodva, húsvétnak a fényében már élesben fognak művelni. Jézus gyakorlatilag ugyanazzal a feladattal bízza meg őket, amit ő maga is tesz. Hirdeti Isten országát, és gyógyítja a betegeket. Jézustól egészen szokatlan módon nagyon részletesen kifejti, hogy hogyan teljesítsék ezt a küldetésüket. Az apostoli tevékenységükben nagyon hangsúlyos az, hogy Jézustól kapják küldetést, és az ehhez szükséges hatalmat és erőt mind az ige hirdetésre, mind a betegek gyógyítására. Éppen ezért már most rá akar nevelni őket arra, hogy ne a saját erejükbe, ne az emberi tényezőkbe hagyatkozva munkálkodjanak, hanem teljesen a gondviselő Isten segítségére is, az ő kegyelmére bízzák magukat. Ugyanazt kell tenniük, mint Jézus. Hirdetni minden ember számára Isten országának örömhírét, ami már elérkezett Jézussal ebben a világban, de kibontakozása az egyházban a világ végéig tartó folyamat és feladat. Hirdetni az evangélium jó hírét, Isten emberek iránti szeretetét és irgalmát, valamint gyógyítani a betegeket, melléjük állni az elesetteknek és rászorulóknak, mindenkor, minden keresztény ember küldetése és feladata. Jézus szándéka, amellyel küldi a 12-t, mindenkor apostolának, mindenkor keresztényének szóló üzenet. Hirdetni Isten végtelen jóságát, az ő szeretetét és irgalmát minden ember számára, valamint a szeretetnek a mindennapi cselekedeteit gyakorolva odafigyelni az egyes ember testi és lelki szükségleteinek kielégítésére. Betegek, idősek, megfáradtak, nehézséggel terheltek, keresztül hordozásában belefásultak, reményvesztett emberek segítésére mind-mind alapvető apostoli feladat az egész egyház és benne élő minden keresztény számára.